Akkor látogass el a Mohos tűzeglábba! Viola, most te jössz. Kivel vagy? Senkivel. Teljesen kiment a fejemből. Mondhatnám a tanárnőnek, hogy tegnap más dolgom volt, de aztán ismét csak nagy ügy lesz belőle. Húzzél meg! Húzzél meg! Hozzád beszélek! Viola, fel kell venni a fonalat. 2 év, és itt az érettség. Fel kell venni a fonalat. Vegyem fel a fonalat? Hol van? Ja? Egyébként én sokat kerestem, de vagy úgy 5 éve elvesztettem. Amúgy régen tök jól voltam. Nem vagdostam magam, és jóba voltam Máriával is. Ja, ő itt Mária. Igaz, vallás órán megtanultuk, hogy a bálványimádás bűn, de nekem Mária volt az aranyborjú. Nem csak nekem, mindenkinek. Tök jó cuccokat küldött neki az anyja Angliából, és valahogy maga köré tudott vonzani mindenkit. Minden reggel elindult a verseny, hogy ki ér be leghamarabb és foglalja el Mária mellett a helyet. A helyek száma korlátozott volt. Így aki utolsónak érgezett, az egész nap kimaradt mindenből. Szinte olyan mechanizmussal cseréltük egymást a periférián, mint a pingvinek, akik egymáshoz tapadva melegítik magukat. Nagyon jó volt a körben lenni, nem adtam volna semmiért. És szántam, aki kívül fagyoskodott, de tudtam, holnap talán én leszek az. De a pingvinekkel ellentétben Mária sosem kellett kimenjen a legszélére. Majd 5. kitalálta, hogy ő lesz az osztályfelelős. Ezért rá kellett beszélni minden lányt, hogy szavazzanak rá. Persze a fiúk kiszagolták a tervet, és mivel többen voltak, nem Mária nyert. De a fejébe vette, hogy valaki elárulta, és én lettem a bűnbak. És egy bűnbak sosem mehet az aranyborjú közelébe. Bármennyire is erőlködik. Aztán minden csak rosszabb lett. Én lettem a retkes, a romlott áru, aki nem kell senkinek. Miért? Selejtes szar lennék. De aztán jött Mark. A YouTube-on mindenki imádta, és az élő videóiba be lehetett jelentkezni. Na végre egy ismerős arc. Szia, Viola! Szia, Mark! Milyen kis feszesen vagy. Oda tetted? Te, neked szúrt már a cicit? Komolyan kérdezed. A cicit szúrt már? Tessék! Szúr a bal csöcsöm! Nézd meg! Ez! Ez itt. Most már jó? Na, én megmutattam. Most te jössz. Tessék! Dehogy is. Király! Kezdek unatkozni. Sokan várnak még, tudod? Úgyhogy pápá Viola... Várj!
Az az te! Tudtam én, hogy belevaló kis csaj vagy. Nem hiszem el. Bejutod magad a csatorna történelmébe. Végre ő nagyon szeretett. Apám, ez a csaj tud valamit. Szia, Viola! De nem sokáig. Mert szétküldték mindenkinek a videókat. Csináltak több Insta oldalt Viola a Ribanc névvel. Márk is le kellett törölje a csatornáját, és már a követői közül is mindenki engem utál. Nem Márk a hibás! 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 És azóta nem félnek hozzám érni a srácok. És a lányok sem. Puszi, Eli! Szóval ezért nincs házi feladatom. Vagyis kedves tanárnő, ha egyszer megkapom azt a fonalat,